Csökken az építmény adó Szombathelyen. A közgyűlés döntése szerint kevesebbet kell fizetni a kereskedelmi egységek alapterülete után. Az idei bevételek alapján 96 millió forint bevételtől esik el az önkormányzat 2014-ben. A városvezetés szerint az eddigi megszorításokkal ezt az engedményt már kitermelték a vállalkozások. A vállalkozásokat arra kértük, hogy vegyenek részt ebben a küzdelemben, hogy leszorítsuk a város adósságterheit. Hál' Isten a kormány ezt tolerálta azzal, hogy gyakorlatilag februárra Szombathely városában kijelenthetjük, hogy nincs az önkormányzatnak adósága. Egy közös siker. Ebben úgy gondolom, hogy most van az az időszak, amikor vissza is kell adni a vállalkozásoknak valamit ezért a segítségért, és egy jelentős mértékű építményadó csökkentéssel tudjuk ezt megtenni. A képviselők azt mondták, a közgyűlésen nem alakult ki nagy vita a témában, minden frakció fontosnak tartja a munkahelyteremtő cégek támogatását. Igen, és azokat a vállalkozásokat is itt lehet egyébként módosítani, itt lehet preferálni bizonyos tevékenységeket, például a kamarának a javaslatát én maximálisan támogatom, ami azt mondja, hogy azokat az oktató egységeket, amik a termelés mellett működnek, azok adómentesek legyenek, kvázi ott képzik azokat az embereket, szakembereket, akiket később munkába fognak állítani. Az adócsökkentés nem csak a vállalkozásokat, hanem több mint 7000 garázs tulajdonost is érint Szombathelyen. A gépjármű tárolók építmény adója megszűnik a közgyűlési döntés nyomán. Ezzel évente mintegy 3500 forintot spórolnak a garázs tulajdonosok.